Megírod, hányival is ismertelek? Meg négy? Nagyjából, hogy itt a terünk, ugye? Szóval Józsiban egy rendkívül presszív mérnökembert ismertem meg, aki alapos rendszerben gondolkodik, részletekre odafigyel, elmúl a dolgokban, és szeret a dolgok végére járni. Most ez a tulajdonsága tette őt alkalmassá arra, hogy itt az életmű sorozatának már két kötetét is a kezünkben tartjuk, valaki nem ismerni az első, ez a devizehitel, mi az igazság, ahol az I betű lábjelbe van téve, a másodikról pedig majd most fog néhány szót mondani. A számomra az izgalmas az ő útjában, hogy példaértékű lehet mások számára is. Abban lehet példaértékű, hogy hogyan lehet civilként létezni ebben a világban. Ugyanis pontosan az ellenkezőjét látjuk, azt látjuk általában, amiről te írtál is a tervezőkönyvedben, hogy az arctalan tömeg, az a 90-valány százalék, az inkább eléhal, belérokkan abba a csapásba, ami őt érte. Nincsen, hogy fölvegye a kesztyűt és tegyen valamit azért, hogy abból a helyzetből valami változás következzék be. Józsi viszont elkezdte felderíteni, nyilván a helyzet is hozta, hogy kíváncsi volt, mi is áll-e mögött az egész jelenség mögött. Elkezdte felderíteni ezt a devizza elszámolású hitelezésnek nevezett társadalmi csapdát, és nagyon izgalmas megállapításokat tett már az első könyvében. A második könyvét, arról még fogalmam sincs, hogy milyen megállapításokat fog benne találni, mert ugyan beleolvasta a PDF-ben át tudod néhány oldalba, de messze nem olyan szinten, hogy arról véleményt is tudjak alkotni. De az első könyv ismerete, illetve ennek is a dokumentáltsága az nyilvánvalóvá teszi, hogy megint egy alaposan előkészített, jól adatolt munkában lesz részünk, ami igazából több határterületet is érint, tehát az ő vizsgálódása szükségszerűen jogi alapokon kell, hogy álljon, szükségszerűen bele kellett magát ássa a közgazdasági alapvetésekbe, még a bankárképzőbe is, ugye volt szerencsénk együtt üldögélni, megnézni, hogy ők hogyan látják a saját piszkukat. Szóval végigmentünk egy olyan tanulási folyamaton, egy olyan megismerési úton, aminek az első állomása ez a első könyv, a második pedig a mostani könyvben mutatónak a tárgya. Ennek a folyamatnak az is hozománya, vagy az is egy eredménye, hogy kialakult Józsi körül egy közösség, ami szintén egy ritka madár a mai világban, mert itt inkább a közösségek széteséséről szoktunk beszélni, viszont ő képes volt arra, hogy kikristályosodjon körülötte egy olyan mag, amely, ha én ezeket az embereket igazából egyszer-kétszer láttam csak, mondjuk a bankárkőzőnél például, vagy bizonyos eseményekkor, mint a jelenleg is, azonban az a benyomás alakul ki a levelezés révén, melyben van részem, amit van módon nyomon követni, hogy valamennyien hasonló megismerés úton mentek át, mint a Józsi, tehát elkezdték beleásni magukat a saját ügyükbe, megnézték a saját szerződésüket, szembesültek azzal, hogy mi is történt a valójában, és elkezdték megérteni, hogy hol a csapda, mi is a csapda, miért kattant rájuk, és milyen kivezető utak léteznek. Pillanatnyilag azt kell mondjam, hogy ennek a társadalomnak ez a legértékesebb része, mert képes arra, hogy szembenézzen a dolgokkal, képes arra, hogy megkeresse, megpróbálja megtalálni a kivezető utat, nem máshonnan, ne kívülről várja ezeket a megváltó mozdulatokat, hanem önmaga álljon a saját életének a kormányúgyához. Józsi egyébként abban is meglehetős tapasztalatot szerzett, hogy hogyan kell bosszantani a hatóságokat, hogyan lehet mondjuk az alkotmánybíróságot kicsit proszkizni, hogyan lehet a kúriát, a magas kúriát piszkálni. Magyarán azért úgy jelzéseket ad arról, hogy vagyunk, hogy létezünk, hogy nem mindenki gondolja úgy, hogy a dolgok meg vannak oldva, és nem mindenki hajlandó tudomásul venni azt, hogy mások ezt a képet szeretnék viszont látni a mi gondolatainkban.
használható megoldásokat jelentenek. Különösen izgalmas volt számomra itt az elszámolás témakörében látni, hogy milyen alapossággal és milyen mélységben volt képes beleásni magát ebbe a témakörbe. Bizony feladta a leckét, feladta volna a leckét a PPT-nek, illetve a járványvírusának, a törvényszéknek, ha annak azoknak a szerveknek az lett volna a feladatuk, hogy ők leckétek oldjanak meg, de az ő feladatuk valami egészen más. Ők az egész rendszerre jellemző olyan, mintha megoldást valósítanak meg, azaz olyan, mintha lenne egy jogorvoslati fórum, olyan, mintha tényleg történhetne valami. Volt itt egy vágóhídi folyamatnak egy részelemérről van mindössze szó. Senki nem gondolja komolyan, hogy esély van arra, hogy a PBT előtt vagy a járványvírusság előtt valódi eredményeket lehessen elérni. Ennek ellenére, mivel a járványvírusok nincsenek, ebből a szempontból nincsenek olyan szoros kontrolla, illetve talán a törvényszékesek foglalkoznak olyan mélyen ezzel a témakörrel, előre fordulnak az én praxisomban is pozitív döntések, amikor igenis visszaadják a PBT-hez az ügyet, tárgyalásra. Hát nem tudom, mi még ezelőtt állunk, tehát még nem dőlt el, hogy milyen irányba mehetünk tovább. Én úgy vélem, hogy az a legfontosabb, hogy ez a folyamat, amin te, illetve valamennyien mi közösen átmegyünk, ez a folyamat ne akadjon meg. Hát a leglényegesebb az, hogy nem szabad feladni ezt a küzdelmet, ezt végig kell csinálni. Engem nagy örömmel láttam egy kúriáról jöttem képen, nem voltam igazán feldobva, mert egy nyertes ítéletből sikerült a Credit House-nak egy felvizsgálati kérelem végén egy vesztett ítéletet csinálnia. És hát nem csak ez volt a érdekessége az ügynek, hanem az, hogy tőlem jobbra nagyjából ilyen messzire Wellmann bíró úr tudott ülni. Meg valami őszintén nem hittem volna, hogy ideig süllyednek a dolgok, de ettől kezdve a Wellmann bírót meglátom, akkor azonnal elfogultsági képzés fogok el nekem nyújtani, mert hát gondolom egyszer nézett csak a szememben, amikor bementem és meghallottam a nevemet, mert ugye én voltam az egyik annak a 8 ügyvédnek, aki aláírta ezt a kérelmet a köztársaság elnök, hogy ugyan vizsgálják meg, hogy etikus-e, amit a Wellmann úr csinál. Ez volt a hosszú körmondatnak a közepe, a vége meg az, hogy amit jó volt viszont látni, ott állt egy Opel Zafira, egy szürke színű, azzal a felirattal, hogy és Wellmann úr húzza ki a nyelvét a bankok segítségével, vagy valami ilyesmi. Bankár. No mindegy, lényeg az, hogy a bankok tudták. Na, a kollég szerint az ti voltatok. Gratulálok hozzá, minden nap láthatja, nagyon fontos érezze a törődést, ezt a jövőben is így kell folytatni. Tehát, ha azt látják, hogy nulla vagyunk, hogy nem csinálunk semmit, hogy nem lehetünk mindent csinálni, akkor ez a folyamat folytatódni fog. Sajnos most nincsenek jó híreim a bíróságok tájáról. Azok a bírek, akik még akár fél évvel ezelőtt is normális ítéleteket voltak képesek hozni, kezdenek teljesen beadni. Tehát a másodfokon, törvényszékeken elképesztő dolgok születnek. Tehát gyakorlatilag, ha a bank bevisz egy blikket, és azt odaadja a bíróság számára, az is megfelelő az mint szerződés, lassan már ezen a szinten vagyunk. De ezzel együtt azt kell mondjam, hogy egyre jobbak vagyunk, egyre mélyebben látjuk éppen az ilyen könyvek és éppen az ilyen odafigyelés miatt az összefüggéseket. Nagyon nagy örömmel olvasom a listákon, mint tudom én, Árpinak is a komoly eszmefuttatásait arra vonatkozóan, hogy mi is honnan pénznek a valódi szerepe, hogyan kéne az egészet újra gondolni, vagy a Csaba gondolatait. Tehát egy csomó ember van, aki nagyon mélyen beleásta magát valamibe, és nagyon szép munkákat tesz le az asztalra. Ez az a folyamat, aminek tovább kell mennie, mert csak ennek van jövője, mert csak akkor van jövőnk, hogy ez a folyamat tovább megy. Na, úgyhogy én nem is akarok sokkal többet mondani, a dolognak a lényege talán az, hogy egész világban azt látjuk, központosítanak, minden központosítanak. Egyre durvábban próbálják meg az egyént alattvalóvá sügyeszteni. Egyre durvábban próbálnak minden téren, a társadalmi élet minden területén
maximális kontrollra szerkezett. Ez tulajdonképpen egyfajta egyéni szabadság az mindenki számára. Tehát ahhoz, hogy emberként élhessenek a gyerekeink, unokáink is, ahhoz az kell, hogy most ezeket a lépéseket megtegyük. És ennek a Józsira mért része ennek a feladatnak, a könyvben testesül most meg. És akkor át is adom neki a szót, hogy mondja róla néhány szót, aztán majd beszélgetünk. Köszönöm szépen! Most eléggé lehetetlen lesz a feladat, mert egy 288 oldalas könyvet kéne most egy pár perc alatt ismertetni és elmondani, hogy mi a lényege. Július 11-én volt egy devizahiteles konferencia. Ki volt ott azon a konferencián? Ott tartottam egy előadást montázs címmel. Ez ismerteti az előadása a könyvnek a fő elemeit. Most nem szeretnék egy ilyen hosszabb előadást tartani, inkább a Tibor is mondta, inkább beszélgessünk majd egymással. Azért volt az előadás címe montázs, mert több kisebb kép ad egy átfogó képet a valóságról, arról, hogy mi folyik körülöttünk. Hasonlóan, mint a puzzle, apró darabokból kell összeraknunk, összeéreztetünk a dolgokat. Az sem probléma, hogyha egy-egy darabot, amikor megfogunk és megnézzünk, akkor nem igazából értjük még, hogy miről van szó. Amikor összeáll az egész kép, akkor majd rájövünk annak is a jelentőségére. Én a könyvemben gyakorlatilag ezeket az elemeket kerestem meg, ezeket éreztettem össze, ami azt is jelenti, hogy én nem tettem igazából hozzá. Tehát nem az én saját elképzelésem van benne, hanem azokat, amiket találtam különböző egyetemi egyeteken, különböző professzorok előadásaiban, különböző rendezvényeken, kúriai anyagokban, ezek vannak így összeillesztve. Most a teljes képből csak két-három elemet szeretnék kiemelni. Az első az, hogy ki miért vette fel ezt a devizahitelnek nevezett akármit a kölcsönt. Mi volt a legfőbb szempont? Igen? Más? Szükség volt pénzre. Igen, más? Szükség más szempont? Ezt ajánlották. Ez volt a legolcsóbb. Tehát, ha nézzük a forint kölcsönnek a törlesztő részletét, az magasabb volt, mint a devizakölcsönnek a törlesztő részlete. Ugye ez volt alapvető szempont. Ki volt olyan helyzetben, hogy mondjuk forint kölcsönnek a felvétele nem volt jogosult, mert nem volt neki olyan jövedelme? Nem akar. Még korai évben később adottam a szerencsére. Tehát a kérdés az, hogy akkor ki volt olyan helyzetben, hogy forint kölcsönnek a felvétele nem volt jogosult, mert nem volt olyan jövedelme, nem volt olyan fizetése, hogy a törlesztő részlete ki tudja fizetni. Nálunk több sem merült például. Ugye? Többségünk nem is tudott volna felvenni forint kölcsön, hanem kizárólag csak devizakölcsönnel volt jogosult. De akkor nem is nagyon szeretünk. A könyvem az tele van különböző ábrákkal, most visszafogtam magam, és a kettőt fogok bemutatni. Ez a ábra, ez a forint és a deviza kölcsönnek a törlesztési összegét, karakterisztikának nevezi Kovács Levente, ezt mutatja meg. A szürke vonal az, hogy a svájci franknak a kölcsönét mutatja állandónak, és ehhez képest nézi meg, hogy hogyan változik a forint kölcsön. Ha megnézzük, akkor ugye kezdetnél az van, hogy a forint kölcsönnek a törlesztő részlete magasabb, mint a svájci frank. Utána változik a helyzet, a svájci frank kölcsönnek a törlesztő részlete magasabb, mint a forint kölcsöné. Hoppá! Ugye ezt megtapasztaltuk, tehát ezt tudjuk. De miért mondja ezt karakterisztikának? Miért mondja ezt törvényszerűségnek? Azért, mert beleszámolja az árfolyamnak a várható változását. A svájci franknak a várható változását. Mi határozza meg a forint svájci frank árfolyamnak a jövőbeni alakulását? Mondjuk rövid távon, meg hosszú távon. Mik az információtok?
Kereslet kínálat. Igen? Más? Infláció. Kamatok, infláció. Spekuláció. Politikai helyzet, gazdasági helyzet és amit tudom én. És amit tudom én. Így van. Nézzük akkor, ez hogyan alakult valójában. 1990-től látjuk napjainkig a svájci franknak az árfolyamát. 1990-től 2000-es évek elejéig a svájci frank árfolyama fölment 50-től 160 forintra. Valaki azt mondta, hogy a kereset kínálat határozza meg az árfolyamot. Ekkor az azt jelenti, hogy olyan sokan akartak venni Magyarországon svájci terméket, karórákat, vagy egyéb berendezéseket, hogy felment az árfolyam. Ugye valahogyan ez a bankok által is terjesztett nézet, hogy a kereset kínálat határozza meg, ez így hosszú távon egészen biztos, hogy nem igaz. Akkor mi alapján változik az árfolyam? Ott, ami elhangzott, az infláció alapján, és a két ország közti infláció alapján, és a két ország közötti banki, kamatok különbsége alapján változik az árfolyam. Oké, ez eddig rendben van. Mondjuk akkor tudunk mutatni egy irányvonalat, egy trendvonalat, és látjuk, hogy egy kicsikét ingadozik. Az a kis ingadozás az, amikor arról beszélünk, hogy politikai helyzet, valami történik a világban, akkor az ingadozás. De mi történt itt? A 1990-től 2000-ig folyamatosan a forint romlott a svájci frankhoz képest, akkor mi történt 2000-ben, hogy visszintes? Változott a trend, változtak a kamatok, változott az infláció, a két ország közti infláció különbség, ugye? Ez egy jogos kérdés. Erre a választ a Bankszövetségnek a 2006-ban készült tanulmánya mondja meg, amikor azt mondja, hogy a forint kevésbé romlott az elmúlt években, mint kellett volna, és a forint felülértékelté vált. Tehát így kellett volna tovább mennie. Ki hallott már erről a 2006-os bankszövetségi tanulmányról? Érdemes elolvasni, főleg azért, mert ezt az állítást, a forint felülértékelt a Magyar Nemzeti Bank ábrájával mutatja be. Tehát azzal, hogy a forint az felülértékelt, az nem csak a bankszövetség számára volt ismert, hanem a Magyar Nemzeti Bank számára is ismert volt. Kihallott a 2004-es budapesti értéktőzsdén készült tanulmányról? Én tőle fog. Az ugyanazzal a elvvel számol, amikor a kamatokat hasonlítja össze a két osztának a kamatát, csak mivel hosszú távon számol, nem a jegybanki alapkamatokkal számol, nem a liborral, meg a buborral számol, hanem az állampapíroknak a hozamgörvéjével számol. Mert az 10 évre már ismert, amikor a számítás történik. És akkor itt lehet látni a kék vonalon, hogy 2004-ben hogyan jelölte ki a trendjét, az irányvonalát a svájci franknak, és hogyha megnézzük a valóságot, hogy mi történt, hogy valójában hogyan történt, hogyan változott a forintnak az árfolyama, akkor látjuk, hogy szépen ingadozott, kilengett, hol fölfelé, hol lefelé a svájci franknak az árfolyama a korábbi irányvonalhoz képest. Tegyünk fel magunknak egy pár kérdést. Lényeges információ volt, amikor a kölcsönt felvettük, hogy a forint felülértékelt 20-25-30%-kal. Lényeges információ volt, amikor a kölcsönt felvettük, hogy a jellegörvéje a forintnak és a svájci franknak az olyan, hogy először ugyan alacsonyabb a svájci franknak a törlesztő részlete, de későbbiekben magasabb lesz, mint a forint kölcsönje. Tettük fel azt a kérdést, hogy lényeges információ-e az, hogyha a forint az
kevésbé romlik, mint kellett volna, akkor eljött egy olyan pillanat, amikor hirtelen drasztikusan a forint romlik, és eléri azt a irányvonalat, amit korábban mondjuk ki lehetett számolni. Lényeges információja az, hogy a 2004-ben a Svájci Nemzeti Bank figyelmeztette a Magyar Nemzeti Bank vezetését, hogy probléma lehet ebből, hogy vajon ismeri a magyar lakosság a kockázatokat. Elmondták-e nekünk mindezeket a szerződéskötés során? Nem. Nem? Ezt utólag tudtuk meg. Ezt utólag tudtuk meg? Mostanában tudtuk meg. Így van. Mert elkezdtünk utána nézni a dolgoknak. Ha elmondták volna, aláírjuk a szerződést? Na ilyen és sok ehhez hasonló kérdés feltevésére és a kérdések a megválaszolása van bent ebben a könyvben. Ugye a könyvről beszélek, miközben tudjuk azt, hogy nem titok azt, hogy ez egy ügyészségi feljelentés. Tehát amit én a ügyészségek beadtam 234 oldalon, az jelent, azban átszerkezve a szövegileg 288 oldalas könyvre. Tehát amiket ti fogtok olvasgatni, azt olvassák jelenleg is a ügyészségen. De miért ügyészségi feljelentés? Azért, mert megtévesztés történt. A BTK szerint ez csalás. Anyagi haszonszerzés végett, a bankok megtévesztették az ügyfeleiket. Az ügyészséget azonban nem csak a bűncselekmény miatti nyomozásra kértem fel, hanem kezdeményeztem, hogy az ügyészség indítson közérdekű pereket is. Ahogyan a korábban vélelmezte a magyar állam azt, hogy a kamat emelésnek a lehetősége tisztességtelenül van beleírva a szerződésbe, ugyanúgy vélelmezze az ügyészség azt, amiket korábban megállapítottunk, megbeszéltünk, ismertettem, hogy nem volt kellő tájékoztatása a lakosság részére, nem az, hogy nem is volt kellő, hanem szándékosan félrevezető tájékoztatás történt, és ezért az ügyészségnek joga van és lehetősége van, mindenki feleket indított. Az első könyvemben is, illetve a második könyvemben is példák vannak arra, hogy hány per indított már forint bölcsőszerzésekkel kapcsolatban az ügyészség Magyarországon működő bankok és takarói szervezetek ellen. Ezen kívül kérte meg az ügyészséget, hogy kezdeményezzen a kúriánál a korábban született polgári jogegységi határnak a felülbírálását, mert amiket a eddig született jogegység adatok tartalmaznak, azok valótlanságokat tartalmaznak. Egyszerűen, amiket ő állít, az egyszerűen nem igaz. Erre szintén az ügyészségnek van lehetősége, hogy ilyen kezdeményezéssel lépjen fel a kúriánál. A bankszektor működése veszélyes a magyar társadalom jelentős részére, sőt állítom, hogy az egészére is. Miért? Miért mondom azt? Azért, mert már a független bíróságok működése van veszélyben, azért, mert a jogállamiság van veszélyben, a jogbiztonság van veszélyben. Így aztán a feljelentésemben, a könyvben szerepel a Wehrmann-féle botrány, épp úgy, mint a botrányos Wehrmann-féle törlesztő részlet elszámolás. Végül arról, hogy mi az, ami nincs benne a könyvben, természetesen az nincs benne, amit július 4-e után született, kétszer tettem a ügyészségen feljelentés kiegészítést, ezek a könyvben nem kerültek be, viszont a honlapunkban elérhetők. A könyvet csak segítséget tudtam kiadni, többen vállalták közületek, hogy elővásárolják a könyvet, még a megjelenés előtt kifejtik a könyv árát. Köszönöm nekik! Az volt a tervem, hogy minden egyes ábra színes legyen a könyv, mert ugyanúgy az ügyészség megkapta, sajnos erre nem volt lehetőségem. Vannak benne jócskán szürkés ábrák is, remélem, hogy ez nem okoz senkinek sem problémát. Röviden ennyit szerettem volna mondani, és akkor szerintem beszélgessünk akkor most.